Európai Uniós kezdeményezésre 2000 óta minden évben megrendezik az Európai Mobilitási Hetet, melynek záró programja az Európai Autómentes Nap. Az elmúlt évek sikerességét jelzi, hogy 2017-ben csökkent a kerékpáros balesetek száma. 1-től 8 hónapig, tehát ugye augusztusig bezárólag egy olyan 10-15-ös darabszámmal kevesebb, tehát 15 darabba kevesebb. Ez a tavalyi évben 54 volt a kerékpárosok által elszenvedett közlekedési baleset, idén ez ugye 15-tel kevesebb. A gyalogosokra is ez vonatkozik, bár nekik egy kicsivel talán kisebb ez a szám, de mindenképpen csökkenő tendenciát mutat. Ez annak köszönhető, hogy egyre több kerékpárút kerül kiépítésre, és ezek hatására a két keréken közlekedők igyekeznek sokkal tudatosabban, a KRESZ szabályait betartva részt venni a forgalomban. Ezt erősíti minden évben a Látni és Látszani kampány. Az ősz közelettével megváltoznak az út és látási viszonyok, ami kiemelten fontos a kerékpárosok szempontjából. A rendezvényen láthatósági mellényt, lámpát és prizmákat kaphatnak a biciklisek, ezzel is elősegítve a biztonságos közlekedésüket. A célja pedig egyértelmű azt, hogy a különböző generációkat, a picikéktől a legnagyobbakig vagy legidősebbekig is megismertessék, illetve rászokassák arra a gondolatsorra, hogy létezik az autós közlekedésnek alternatívája, illetve magán az autókon belül is ugye van már alternatíva, nem csak a négyütemű motorok vannak, hanem már az elektromos autók is kezdenek hódítani. Szóval a nap arról szól, hogy egyrészt szórakozzanak, játszva tanuljanak és ismerjék meg azokat az elemeket, amelyek Nyíregyházának a környezetét, a levegőjét próbálják kímélni, és ezt minél többen elsajátítsák. Ebben 18 civil szervezet segít, lesz egészségügyi szűrés, kerékpár, szerviz és közlekedési kérdőívet is kitölthetnek majd a résztvevők. A zenés-táncos produkciók mellett egy közös tekerésre is invitálják a kétkerekűek szerelmeseit. Ingár a Nyíregyháza, vagyis megpróbáljuk a nyíregyháziakat kerékpárra ültetni, abból áll, hogy egy közösen bringázunk egy jót a bújtosító felé, és még meglepetés is várja a résztvevőket, ez egy maradjon meglepetés, viszont mindenki kap egy pólót, tehát ajándékpólóval mehet haza, és akkor itt nézheti maga, hogy bringára a Nyíregyháza. Ennek kapcsán forgalomkorlátozásra kell majd számítani a belváros területén. Az Európai Autómentes Napot idén szeptember 22-én pénteken szervezik a Szabadság téren, délután 2-től este fél 7-ig.